Az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza és Szeged közötti szakaszának átadása. Még 2005-ben készültek ezek a felvételek. Koncesszióban épült, azaz nem az állam finanszírozta a beruházást, hanem magántőke. Cserébe az állam azóta is úgynevezett rendelkezésre állási díjat fizet. Hasonló konstrukcióban épült az M6-os, mindkettő az akkori MSZP-SZDSZ kormány döntése volt. Az akkori ellenzék bírálta őket, azt mondták, az adófizetőknek így jóval többe kerül az autópálya, mintha az állam maga finanszírozta volna. Két éve a G7 gazdasági portál kiszámolta, ha az M5-öst és az M6-ost hitelből építette volna meg a kormány és nem koncesszióban, akkor a 2019-es adatok szerint 2853 milliárd forintot takaríthattak volna meg. Szeretnénk azt, hogyha a megyei jóvárosokat egyértelműen be tudnánk kötni az ország vérkeringésébe. A másik pedig az, hogy meg akarjuk építeni minden gyorsforgalmi útnak, az autópálya szakasznak a határig történő kapcsolatát. Ezt 2018 végén a Debrecen és Berettyó újfalu közötti autópálya átadásán mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Akkor még nem beszélt arról, hogy nem állami pénzből építkeznének, hanem a kormány koncesszióba adná a magyarországi autópályákat. Az erről szóló közbeszerzési eljárás hirdetménye ma jelent meg. Eszerint a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és felújítására, valamint üzemeltetésére és fenntartására keres koncesziós partnert az állam 35 évre. A kormány sajtóközleménye szerint így több más európai országhoz hasonlóan az államadósság érdemi növelése nélkül gyorsabban fejleszthetők az autópályák. A DK-nál azt mondják, ez több ezer milliárd forintos üzlet. Kifejezetten arról szól szerintem, hogy a bukásra készülő Fidesz kormány viszi, amit még tud, még lehetőséget lát abban, hogy költségvetési forrást ki tudjon szervezni. A koncesziós szerződések megkötéséért Rogán Antal a miniszterelnök kabinetfőnöke fele majd. Kérdeztük a kormányt, hogy az autópálya díjakat ez hogyan befolyásolhatja, de nem válaszoltak.